Hát így reméljük ez volt a holtpont. Én is éreztem magamon, hogy fáradtak voltak a lábak, nem úgy pörögtünk, ahogy kellett volna, főleg az első harmadban játszottunk nagyon rosszul. Utána azért kicsivel felvettük a tempót, egy kiki meccsig érkezett, csak hát rengeteg hátrányt kaptunk, ami megbosszulta magát. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az ukrán csapat ez egy nagyon képzett és jó csapat, főleg ma igazán azokban a momentumokban, ahol kellett, sokkal jobban koncentráltak voltak, mint mi. Sajnálom, hogy tényleg nem tudtunk esetleg egy gólt találni, hogy egy kicsit szorosabbá tudjuk tenni ezt a mérkőzést. Nagyon álmosan kezdtünk, nagyon sok egy-az-egy elleni szituációt veszítettünk el. Ezt ilyen szinten ennyire elveszíteni azokat a dolgokat nem szabad. Ez rányomta sajnos a pecsétjét. Igaz, hogy 5-5-ben nem kaptunk gólt, mert ott azért védekeztünk. A Zoli nagyon jól védett, azért nagyon sokat tartott minket. Az emberölőnket viszont ügyesen kihasználták sajnos. Tényleg nem tudtuk megtörni úgy a lendületüket, ahogy szerettünk volna, vagy ahogy megbeszéltük. Látszott a brigádon, hogy fáradtabbak vagyunk, nem úgy működnek a kezek, a lábak, a fejek. Sajnos ez egy ilyen mérkőzés volt, próbáljuk levonni a tanulságokat, és azt hozzá kell tenni, hogy azért még semmi nem dőlt el, hiszen nyílt a torna. Volt egy botlásunk, egy nagyon jó csapattól kaptunk ki, nagyon képzett játékosok ellen játszottunk. Úgy gondolom, hogy a következő meccseken, hogyha betartjuk azt és csináljuk azt, amit ideig, akkor még bármi lehet. Hát így reméljük ez volt a holtpont, most átugrunk a másik oldalra, holnap rápihennünk, föltöltődünk és nekikugrunk a többieknek.